Az elmúlt egy évtizedben az egyik legrangosabb hazai versenyi nőtte ki magát az Apagyi torna, amely a legmagasabban jegyzett magyar játékosok között is népszerű. A tavalyi 30-al szemben idén mégiscsak 20-an álltak asztalhoz az Rinyi Ilona általános iskola torna termében. A szlovákiai nagykaposról és a romániai Szatmárnémetiből érkező vendégeknek köszönhetően ismét nemzetközi volt a mezőny, amelynek minőségére ezúttal sem panaszkodhattak a szervezők. Ebben az időpontban ugye egy World Tour versenyt rendeznek Budapesten. Közben jöttek olyan események, ami ugye időjárás befolyásoló tényező, Romániában ugye kint székülve a helyiek nem tudtak eljönni, de ennek ellenére a játékosoknak a többsége azért már volt itt. Van új játékos is, aki még most először szerepel nálunk a BVSC-ből, a Dopungnam személyében, egy kis fiatal srác, aki nagyon ügyesen játszik, és elmondhatjuk, hogy megint színvonalas lesz így a bajnokság, mert az élmezőny az itt van. Megszokott Linner, Párosi, Gerold, Marsi csapat alap, és az ifjúsági válogatott Imafalvi Gergővel kiegészülve nagyon jó hatos csapat jött össze. A torna négyszeres egyéni győztese Marsi Márton a német ötödosztályban játékosként, a BV1C Zuglónál pedig vezetőedzőként szolgálja a sportágat. A korábbi válogatott pingpongozó elmondta, már nem csinál presztízs kérdést abból, hogy az ő nyakába kerüljön az aranyérem. Én mindent megpróbálok megtenni, de tehát akkor is nyugodt fejjel fogom lehajtani a fejemet, hogyha nem sikerül győznem. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy itt egy jó légkörbe jó meccseket játszunk, és próbáljuk kiszolgálni az itteni közönséget is, és mindenki jól érezze magát. A szintén négyszeres egyéni győztes Linden Ádám az Extraliga címvédőjének éljátékosaként a tavaszi bajnoki meccsekre való felkészülésre is felhasználta az Apagyi tornát. Celdömök csapatával szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket. Tavaly sikerült megnyernünk, a pécsieket vertük a döntőbe. Jelenleg az alapszakaszban nem állunk olyan jól, de azért valahogy beleverekedjük magunkat a rájátszásba, és akkor ott azért reményeim szerint sikerül megismételnünk a tavalyi bajnoki címünket. A 11. Szabadosok kupát egyesben a szegedi színekben induló Gerold Gábor nyerte, miután a döntőben 3-1-re verte Linder Ádámot. Párosban a Linder-Marsi duó a döntőben 3-1-re bizonyult jobbnak az egri Pálosi-Tinfalvi kettősnél.